Az idén 70 éves Magyar Vitorlás Szövetség május 15-én szombaton csaknem 200 hajó részvételével tartotta meg az 1999. év vitorlás évadnyitóját Balatonfüreden. Minden tavasszal újra és újra vízre szállni a jó öreg Balatonon nem csak sportértékkel bíró dolog, hanem valamennyiünk számára érzelmi kérdés is. Ezért az évadnyitó ünnepségen egybegyűltek a hagyományoknak megfelelően a Balaton legöregebb vitorláshajójáról, az 1896-ban épült Kishamisról megkoszorúzták a Balaton vizét. A vitorlabontó ünnepség fővédnöke Dajcs Tamás ifjúsági és sportminiszter volt, akinek jelenléte sejtetni engedi, hogy nem akármilyen versenyszezon elé néz az idén a magyar vitorlásport és a füredi edzőtábor kikötője. Természetes kötelezettségünk, hogy minden tőlünk telhető segítséget megadjunk annak érdekében, hogy a magyar vitorlásport újra gyarapodásnak indulhasson. Minél több fiatal, gyerek, kamaszkor ismerkedhessen meg ennek a csodálatos sportának az alapjaival, még akkor is, hogyha tudjuk, mindenki tudja, aki vitorlázik, aki nem, hogy ez nem egy olcsó sportág. Ugyanakkor, hála Istennek, talán egyre több polgár engedheti meg magának majd, hogy szerelmesévé váljon ennek a sportágnak, és már nagyon-nagyon sokan vannak. Úgyhogy éppen ezért minden tőlünk telhető segítséget, mint magyarországi világesemények megrendezésében, mint pedig nagyon fontos balatoni és más vizekhez kapcsolódó fejlesztésekben megad a minisztérium a vitorlásportnak. Az idei fejlesztések között az egyik legfontosabb fejlesztésünk az ifjúsági és sportminisztérium vagyonkezelésében lévő füredi vitorlás kikötő fejlesztése. Erre több mint 100 millió forintot fordítunk. Azt gondolom, hogy ennek a fejlesztésnek a befejezését követően valóban egy 20. század végi, 21. századi színvonalú vitorlás kikötője lesz Balatonfürednek, a Balatonnak, az egész magyar vitorlásportnak, aminek meg is van az oka, és indokolt is ez a fejlesztés, hiszen ebben az esztendőben, a jövő esztendőben is világ és Európa bajnokságok színhelye lesz több hajóosztályban is a Balaton, és azt gondolom, hogy nem csak jó vendéglátóknak, hanem színvonalas vendéglátóknak kell lennünk. A versenyszervezői nagyon nagy munkát végeznek, ennek a fejlesztésnek a befejezésével mi is hozzá tudjuk segíteni a versenyszervezőket egy nagyon színvonalas esemény megrendezéséhez. Ebben az évben lehetőséget kaptunk arra, hogy ezt a kikötőt bővítsük, két nagy verseny előtt állunk. Szeptemberben lesz a Soling Masters világkupa verseny, és jövő év májusában a 470-es osztálynak a világbajnoksága, itt nálunk Balatonfüreden az edzőtáborban, amely utolsó válogató és színteljesítő verseny az olimpia előtt. A kikötő azért készül, hogy a versenyek számára biztosítsa azt a lehetőséget, hogy a hajók korlátlan számba, tehát a versenyen résztvevő hajók mindegyike ki tudjon kötni a kikötőbe, illetve azok a hajók, amelyeket nem a vízen tartanak, szárazföldön tudjunk helyet biztosítani részükre. A kikötő elkészültének a határideje ez év augusztus 15-e, de én úgy gondolom, hogy július elején már a vitorlázók használhatják ezt az új, szép kikötőt. Bármelyik ország megirigyelni ezt a kikötőt.